Sziasztok! Dignitas Cloud9 mérkőzésének a harmadik összecsapásra fog érkezni. Ugye az állás 1-1, először a Cloud9 nyert, majd most a Dignitas szépített, és illetve jön az a pont, amikor jó hosszú, jó lassú, lassan lezajlódó küzdelmek, nem kapkodás, óvatos játék, az, ami végül is ugye majd el fogja dönteni, hogy ki lesz ez az egy pontocska. Lássuk hát, én Pierce vagyok, szia Ronó! Szia Pierce, sziasztok kedves nézők, még mindig ezernél is több nézőt, jó Isten, ti vagy betegek vagytok, vagy nagyon elkötelezettek. Remélem, hogy minden esetben köszönjük a bizalmat, ez biztos. Tehát ez egy óriási. Szerintem az 1100 néző, közel 1100 nézőhöz, nézőből szerintem 1000 alszik. 1014 alszik. De ha nem, akkor mutassátok meg, hogy hogy kell leírni a kappát. Nagy kával. Egy ha bekerül 100 kappa, akkor ígérem, hogy levágom a hajamat. Ne azért. De levág, én vagy néznél meg. Én levágom, bakker. Én nem szarodok. Én levágom. Közben már haladunk a és Impact jön belőle helyett! Bocs, no. Igen? Igen, az előző mérkőzés végén tettem fel ezt a kérdést, hogy vajon marad-e Ray, vagy előhozza a Cloud9 Impactet. Az utóbbi válasz lett a valós. Így Fiora akár simán érkezhet, hiszen tiltúristán ezúttal nincsen a vörös oldalon. Sokkal inkább Shen, aki furcsa a tiltás, mikor Impact pont, hogy azért nem volt eddig a csapat. Hálad, kopaszt teszel. Tehát pont azért nem játszott, mert Ray sokkal inkább a... Jó, nem ér három kapát írni, meg négyet. A négyen már bannol a Mubot, szép unka. Szép volt Mubot. Búgyus the Medlife, úgy kivágtam, hogy macskát szarni. De várjál, duplát ér a Pierce kappa, nem? Az is kemény. Jó, hogy Anna feliratkozott az én csatornámra. Anna, az a pénz, az hova ment ki? Viszont látom azért, hál' Isten, vannak még kevésbé zombi emberek, akik még azért itt hajnali háromkal velünk együtt itt vannak. Srácok, nyugi, mi beszélünk, ti csak relaxáljatok, nézzétek és hallgassátok a badarságot, ami néha az összeakadó nyelvek szájaknak köszönhető. Köszönjük a bizalmat. És tényleg nézzük meg azt, hogy a Cloud9, a felhők mit csinálnak a Team Dignitás ellen. Chaser megint Lee Sin-t fog hozni, Impact pedig elhozta Kha'Zix-ot Contract-nek, és Jin jön végül Sneaky-hez. Ő volt az első, aki behozta Sneaky-t Észak-Amerikába még annó. A legelső Jin játék Sneaky nevéhez fűződik. És akkor az első tiltás a második körben a Cloud9 részéről érkezhet Fiora. Tehát akkor nem fog Impact Fiora-ezni, ez már hát nem. Na de milyen tiltás lesz még emellett? Én azt mondom, hogy azért a Maokai Nautilus kombóból is én szívesen rombolnék kicsikét bele! No! Azért látszik, hogy már ideje kasztolok, nem? Kitaláltam! Abba is bele akarnak rondítani! Ilyenkor büszke vagyok magamra, még ha nem is egy nagy dolog. Mert ezt kb. Minden elemzőnk kitalálja 3 perc alatt, de mindegy. Én is nem büszke vagyok rád. Tőle nem vártam. Tényleg? Na jó, rohadjál meg! És Jace-t is kitiltja a Cloud9 csapata, ez az utolsó tiltás a kék oldalról. Kérdés az, hogy a Team Dignitas utolsó tiltása kire irányul, egy támogató simán ide kerülhet, akár Zyra, akár Miss Fortune a tiltó listára. Ma ezért kevésbé gondolnám, de Zyra valóban tiltó listára kerül, és akkor jön az utolsó négy választás. Először Sneaky választhatva melyik csapattársának. Nautilus ugye az bemaradt a két oszlopos tankból a felső esélye, viszont akkor valahogy lehet, hogy egy Poppy is fog jönni. A Jace tiltásra csak azért örülök a Cloud9 részére, mert jól tudták, az első választás az ő részük lesz majd, és ők nem akartak ugye tiltani semmilyen ilyesmi dolgot. A Nautilus megjön, a Mazzan Support megjön X-Specialhöz. Ez a kérdés, hogy jön-e Pipi Poppy, vagy esetleg jön egy Shen? Az nem, mert az tiltó listában. Hol? Ugye a harmadik tiltásra a Dignitasnak. Ja tényleg, azt látom. Tehát a Poppy az így... Legit. Legit is igazából jön is most már biztos. Na! Mit hozunk... támogatónak? Smoothie. Karma. Jól látom, szabad. Zyra-t ugye kivágták. Jön a Thresh. A Malzahar miatt... A Thresh is jó lehet. De a Malzahar miatt mondanám azt, hogy inkább olyan karakterek, ami vagy CC-z,
vagy állóképességet növel, mert a Malzárnak az üresi lénye fognak jön, és ugye egyszer már láttuk a Malzár ellen az ára választás, hogy milyen jó tud lenni, de most az ára nincs itt. És talán még a Miss Fortune szavaztam volna meg a támogató játékosnak, talán, de ő is nagyon nehezen és nagyon... Nagyon nehéz használni jól egy Malzár ellen, mert Malzár igazán a két lövészt megeszi vacsorára, még hiába is támogató alapvetően, főleg az üresi lényeivel együtt. Lassan de érkezik Tarik. Érkezik Tarik, így van. Igen, neki azért álló képesség ez van, hiszen pajzsozni is tudja saját magát, valamint a lövészét, gyógyítani is tudja, kábítani is tud, és majd később a csapatharcokban az egész csapatát is akár sebezhetetlenné tudja varázsolni. Ennyi? Hát most Tarikot így kiveséztem. De nem csak Tarik, most lehet ezt a kompozíció. Most kell beszélni a win-lose conditionről. Csapatfelállásról, szerinted miért? Mi a változás? Ki lesz erős? Elemző vagy, Bakker, ne aludjál. Mondja ezt az közel. Nekem reflektál. Hát jó, én csak relaxáltam, hogy meglegyen majd az energia az akcióra. Hallgat, Lano, iszom szavaidat. Eszed vagy iszod? Iszom. Jó, oké. Tehát a felső ösvényen két betontank, akik kirobbanthatatlanak a felső ösvényről, hogyha Maokai éppen nem elérhető, pedig látjuk, hogy Észak-Amerikában a közönség már megőrül az utolsó mérkőzés kezdete előtt, ahol a Dignitas, valamint a Cloud9 csap össze 1-1 az állás. Aki ezt a mérkőzést nyeri, az megnyeri a BO3-as szériát is. Az alsó ösvényen talán a játékkorai szakaszában jobban kellene teljesíteni a Dignitas csapatának, Malzahárnak köszönhetően. Ő eléggé jól piszkálódik, és ilyen hatodik szintig én azt mondom, hogy jók is lehetnek, és még a hatos szint után is egy kis ideig, mivel a két végső képesség sokkal jobb kezdeményezés számukra, mint a túloldal, amivel rendelkezik Tarik az ő maga kábításával, a lekötéseket pedig Sneaky nem tudom mennyire fogja tudni majd kivitelezni, egy távolsági harcos támogató mellette sokkal könnyebb véghez vinni. Lod aggódik, azért nem egyszer láttunk már olyat, hogy három játékos egy bokorba benézott, talál valakit, aztán első gyilkosságra rámennek. Pedig azt látjuk, hogy Poppy nem a kolosszus kurázsiával érkezik, hanem a halhatatlanok szorításával. Nem nagy, de egy kis meglepetés kulcsmesterségek terének is változatosságot hoz nekünk a mérkőzésbe, és Tarik is a halhatatlanok szorításával érkezik. Pedig ezt a kulcsmesterséget mostanában nem látjuk olyan sűrűn, pedig Poppy passzívjával nagyon jól tud működni. A tornasor felállt. Bokklátszás ellenfél dzsengelében nincsen. Vörös Szederhát kezdésön Impact és Contract-től ugye. Amit ugye nem is tankolt a Impact, igazán mindent Contract csinál, csak egy pár alaptámadással segített bele ebbe Impact, még Chaser szintén ugye megkapta egy kicsit Sunday támogatását. Körülbelül egyszer érkezek a felső ösvényre, ahhoz egy minion bukás nem lesz, X-Special pedig megkapja az Aldar Smoothie Sneaky-től. De azért ez oda visszaműködik az üresség lények miatt, fél életerőn van most már Smoothie is, 69% a Cloud9 győzelme. Még mindig. Még mindig magasan a Cloud9 szavazzák meg arra, hogy nyerni fog. Mind a három meccsen azt mondták, a Cloud9 fog nyerni, igazából csak egyet nyert meg. És hát a Cloud9 fantábora, mivel ugye egy olyan csapatról beszélünk, aki azért régóta állja a sarat, mikor, hogy egyszer fent, egyszer pedig csak félig van fent, de sohasem az alsó csapatok között végzi a szezonjait, míg azért a Dignitasnak volt kiesése is, ugye? Vagy visszaérkezése, szóval. Így van. Így van. Tehát pontosan ezért a Cloud9 valamilyen jogosabban van központban, X-Special pedig a kifárasztás, hát majd elvillan, Smoothie viszont bajban lehet, és Contract ez a hátul bajban, Chaser villan, Contract meghal! A mérgezés miatt mi van? Mi van negatív? Hát nem vitte volna ezen posztolat, hogy Tifty megjelen. És hol van itt poszt? Én most posztoltam. Te posztapokaliptikus vagy maximum. Viszont a középső ösvényről jó volt az érkezés, hogy az első gyilkosságot kint tudja megszerezni. Itt gyógyítania kell Sneakynek is, hogy valahogy a hanghullám elől
el tudjon mászni, az ürességlény pedig úgy követi, mint valami kis pincsi. No. Látjuk, hogy mi is történt. Contractet fogják meglepni. Chaser valamint Keen fogják bekeríteni. Valamint gyorsítását kell használni a Keennek, majd utána a villanását is beáldozza azért, hogy Contractet meg lehessen ölni. Aztán jól használja a képességeit Contract. És Chaser is a megfelelő pillanatban ugrik mind a két részről, jó volt a játék, de Contractnek esélye sem volt elmenekülni. Most kellett volna fokorú bánni a villanásával, mert teljesen fölöslegesen használta el. Sebzés pedig szép, egyfolytában pajzsolni és gyógyítania kell Smoothie-nak, ez pedig meglátszik a manáján. Egyetemlően 1-0 ugye a Cloud9-nál szemben a Dignitasnak, ez jó hír. Ugye, a Dignitas, amikor előnyben kezd, akkor általában nyer, de ezt még azért nem nevezném előnek, főleg azért, mert ugyan Sneakynek nincs sok farmja, de a Tarik azért eléggé oda tud pörkölni, ha kell. Ezt látjuk is, hogy X-Specialnek kell először villania. Viszont nagyon érdekes volt, hogy így berepültek a jungleből a játékosok, vagy a Cloud9 tornya alá, tehát ilyen egy másik típusú Samsung futásból érkezett meg igazából a maradék életét majdnem kiköpő embereknek a tömkelege, de végül ugye összességében jobban jött ki ebből a Dignitas, de nem az alsó és milyen dölt ez el, hanem Contractnek a lekergetésében, aki azért ezt is meg kicsit megsínylette. Eddig majdnem minden meccsen a Lee Sin, Kha'Zix, Sparmai volt, a Lee Sin hamarabb lett meg 6-os általában, ez persze olyan nagyon túl sokat nem jelent. Persze az Evolve mindenképpen fontos Contractnek, de inkább a rugás az, ami talán minőségibb rajta őt is tud majd adni igazából a Dignitas részére. Az első gyilkosság általában a Lee Sin-es csapatoknál történik meg, többek között ugye a Dignitasnál történt meg. Igazából azt mondja, hogy most a méregvitel és nem pedig a vörös, ez majdnem, hogy nem sok különbséget jelent. Sneaky pedig a farm hátránál van, ennek előre táncol. Hát nincs mit tenni. Kihogy. Esélye nincsen egyelőre kilépni, rálátás pedig van most Contractre, pontosan tudja a Dignitas csapata, hogy merre jár a Cloud9 dzsungelese. Jensen? Így jutsz rajta te is, nem? Poén az, hogy Jensennek ugye számított a testcserére Chaser, ezért lőtte visszafele, viszont Jensen már tudta, hogy testcserére számít Chaser, ezért inkább nem csinál. Komolyan, ezek így működnek, ezek az agyakot kint. Egymás agyával próbálnak játszani, és nézem, hogy Jensennek jött össze az, hogy mint egy idióta egyenesen gyalogol vissza hanghullám elől. És bejön, mert nem számítanak rá. Ez ennyi, haver, és bejött, látod? Durva, mi? De komolyan amúgy, most vicc nélkül mondom. Jó, oké, ügyes volt. Igen. Azzal, ez hogy nem csinált az égvilágon semmit. Igen. Ennyit kell csinálni, semmit, és ügyesek lesztek. Tehát teljes mértékben megfelel. Az istennő könycsepjét már mind a két középső ösvényes befejezte. És mivel Ash már hazatért, Jim pedig először betolja az ösvényt, és majd utána tér haza, egy kis lépés hátrányban egyelőre a Cloud9 alsó ösvényese, a lövész egészen pontosan. Tehát a hátrány nem olyan egetrengető, ma az egy kicsit hátrébb kergeti még az ellenfeleket, és azonban ma az, hogy ne engedje be az ellenfél minionjait a torony alá, hogy a tapasztalati pontot és az aranyat megtartsa a lövésze számára, minél kevesebbet bukjon el, hiszen nettó farm különbség, látjuk, hogy egy a két játékos között. Keen megkapta a kéket, míg ugye Jensennek ez körülbelül 15 másodpercen belül meg fog születni, amire ugye még látjuk, hogy Contract a kezdőn van, kellő manatöltés, utána ő is ki fog majd jönni. Egy istenő könycsepp jelzőjének gyűjtése olyan fontos lesz majd, mert azért a csapatharcokban mind Jensen, mind Keen szerintem elég nagy fókusznak lesz majd kitéve. Ezért ez a kis plusz pajzs, ami a szerepfelelésével fog jönni, ez mindenképpen jó lesz, kellemes lesz számukra. Illetve azért a kivitervesztés megfelelő kivitelezéshez néha oda kell lépni az NLP játékosai mellé, szóval több funkcióból jobb. Ryze meg nem kell bemutatni, ismerjük milyen játékstílusra rendelkezik, neki a korokpálca is teljesen jó döntés lehet számára is. Be kell menni, bírni kell a sebzést. Ezért leszek majd a pajzsok. Megint csak Kha'Zix az, aki megvásárolja a újratölthető ital továbbfejlesztését.
szeretne tovább kint maradni. Lacynek erre igazából szüksége nincsen, hiszen energiája van, nem pedig manája, ez folyamatosan töltődik számára vissza, ráadásul a W képességével pajzsa is lesz, annyi életerőt nem veszít, ha ezt még egyszer elhasználja, akkor pedig jelentős mennyiségű élet visszatöltése is rendelkezni fog. Itt pedig egy hanghullámmal talál be Tarikra, de kezdeményezni itt azért még nem lehet. Egyértelműen nem. A kék gólem erősítésével mostan azért Jensen is rendelkezik. Lassan kinek le fog járni, de a cseré egyértelműen Kini nyeri meg. A visszatölthető, és pontosan újra tölthető életerő italtöltők is flaskák azért most itt el kifogytak már Jensennél, tehát neki is be kell osztani az életerejét. Még azért egy sütemény van Kinnél. A pokoli sárkányunk van kezdésnek, ez egy jó start. A pálya abszolút azt mondta, hogy oké, akkor legyen kicsikét összecsapósabb és jólóbb mérkőzésünk sok-sok gyilkossággal. Ez eddig egész jól megy, 10 perc per egy gyilkosság. Vállalható szerintem. Igen. Volt már rosszabb, lesz is még. Kontrakt takarít ki egy mindent látó őrszemet. Pár évvel ezelőtt az észak-amerikai ligában pont elkezdtek ilyenkor már tapsolni, mert ennek is örülni kellett. De talán itt még nem tartunk, de felelevenednek bennem bizonyos emlékek, meg bizonyos együtt éltett hosszú éjszakák annak még a Pixel stúdiójában. Viszont Loda az, aki próbálja valamelyest Smoothie-t büntetni az alsó ösvényen, jelentős mértékű sebzést kiosztani nem lehet, hiszen még nem rendelkezik megfelelő tárgyakkal. Special megy. Ez pedig Mazzáros kezdeményezés. Smoothie-nak a végső képessége éppen talán kijön! Ez sneaky gyógyítás is kellett hozzá. Kellett. Szép játék, és nagyon sokat áldoztak érte a Dignitas játékosai. Ők is, de azért többet áldozott ezért. Többet, de nem ő kezdeni. Tehát a Cloud9 elviselője volt ennek a kezdeményezésnek, és ahhoz képest nem haltak meg, és itt vannak és élnek és virulnak, tehát ahhoz képest a Dignitas ezt elrontotta. Persze igazad van, a gyújtás is kívánt azért Sneaky-től, szóval többet áldozott érte, viszont két végső képességben, két végső bestól ehhez. És észre is sokkal pározott. Jó van! Igen, hát akkor meg aztán főleg. De viszont idéző képességeket, ha nézzük, akkor egy a kettőért csere. És a végső képesség kicsit hamarabb töltődik vissza, mint az idéző képesség. Contract fordul be a kanyarba, mint Demon Hill. Aztán eltűnik. Chaser pedig ugye a pengecsőrök megölésével elvileg potenciális érkező lehetne középsősvény rajtaütésére, de a pokoli sárkány engem zavar, hogy komolyabb erő forrás még nem lett ráadozva, és őrszemtakarítása most megy ki majd Chaser. Itt van most már azért Lod is. Most már X-Special is. És X-Special is. Egyértelműen a Dignitasnak van sokkal jobb pozíciója, meg rálátása. Pedig elvileg ez vörös oldalra igaz, a sárkányra való kilépés és menekülést nézze, ugye nem kell egy kanyar tenni, hanem egyenesen lehet vele visszafele futni a jungle-be. De a sárkány körül most nagyon-nagyon mocorgás. Valami történjen, hölgyeim és uraim. Csapatharc. Úgy látom, Kontrakt a saját dzsungelét takarítgatja szépen lassan, és az északi irányba is megindulna, de a pokoli sárkány miatt ezt nem teheti meg, pedig szerintem szívesen elhozna ezt a vörös szederhát erősítést. Opa, villan Kinre! Kin pedig kővéder veszi Kontraktet, majd Chaser jön meg a rugása, tökéletes, és még a kristálynyírvesző is megindult. Lőjét csak, Sneaky. Mi van? Elengedte ezt. Elengedte, persze. Szép volt az ötlet és a kezdeményezés is, nagyon jó volt Kontraktel a villanását használta, hogy zárja a távolságot Chaserrel szemben, a sebzés viszont kevés, vagyis Kinnel szemben, de Chaser érkezése miatt ő volt az, aki pórul járt ebben a szituációban, és Chaser megszerzi a mérkőzés első sárkányát a Dignitas számára, így a bónusz fizikai és mágikus sebzéssel mostantól ők rendelkeznek. Szép kámítás Smoothie-tól, majd a kivirágzás is, Lott pedig ezt szomorúan el kell fogadni, hogy nem volt túl kevés a sebzés. Na visszajátszás, Nono. Mi is történt itt? A K
Keane próbálja sebezni Jensen, de azért Jensennek van sebzése már az a Ryzait, pedig a villanás-ugrás kombóval próbálja konkrét zárni a távolságot. A tüskéje mellé megy és telibe belenéz a kövé dermesztésbe. Chaser is elhasználja végső képességét annak érdekében, hogy a gyilkosság meglegyen. A teleport pedig vagy megszakításra került, vagy a játékos, vagy pedig az ellenfél által. Nem láttam pontosan, hogy Impact volt az, aki azt mondta, hogy oké, ide fölösleges jönni, vagy pedig megakadályozta Poppy, hogy érkezhessen Impact. Sneaky továbbra is az alsó ösvényt farmolja, ők egyelőre nem próbálnak el érkezni a középső oldalra. Középső oldal, az igen. A középső ösvényre nem próbálnak meg érkezni. Cassiopeia azért mozgássebességet kap, ahogy fejlődik egyre jobban. Neki cipőre nincs is szüksége, hát lába sincsen. Csak a víz viszi, mint a szegény kicsi svábbogár. De formban nagyjából tudja tartani Ryze egyőre a lépést. Ez nem mondható el Poppyról, aki a felső ösvény egy 20-as hátrányba került már most. Nautilusszal szemben, valami parazsával mind a ketten rendelkeznek. De mivel kettő darán gyűrűjét is megvásárolt már Impact, így sebzés töblete van egyelőre Poppyval szemben. Továbbra is két gyilkosság van a meccsen. Mondhatni, hogy nem sok. De ugye kontrakt elkapása egyik toronyadat, másik pedig kővédermesztett légycsapós mozdulattal két gyilkosság a melyet dignitáz, de ez 200 arany különbséget tesz csak Jensen, nem? Nem teljesít megint csak rosszul farmol, ezt persze valahol Lod visszadolgozza Sneakyvel szemben, ezért a különbség inkább a Jungle és Impactre tehető. Hoppá. Át. Halál 4 felvonás, X-Special lassít, neki van villanása még, jön Contract, Chaser nagyon szépen lép be, Smoothie kábítani fog, kábított, majd végső képesség. Hát ez a csapatharc, le lett reagálva a pikpak. És akkor megint pihi. Igen, remekül használta a kristálynyilvesszőt Lod, hogy megakadályozza Sneakyt abban, hogy végig elhasználja mind a 4 felvonást. Jensenre pedig jó lehet a sebzés. Jó is, kontra pedig jön Chaser, aki visszább is lép, X-Pese végző. Ó, na az volt igazán a pierces hangkulám. Az álló ember mellé lőni kilométerekre a hangkulába. Tigpack, hú, de kemény! Kivirágzás, kivédervezés, jó kínre, világugrás! 5 clownan játékos toppant be kín mellé. Hogy kínok közt. Essen össze. Ki nem akar kínok kínjai közt meghalni, az... Az ne játszunk kígyót. Milyen az a kígyó? Hát a kínes. Hey. Nagyon kígyó. Közés és... Ó, oh, a húzás, Lod! Lod! Na, volt egy villanásod, a kivirágzás baromi jól jön Sneakytől instant. Első tornyot hoz a Cloud9. És már is 1500-1700 arany előnnyel megy. A Cloud9 igaz Someday dolgozik ezen, aki igazából nem tud lesétálni. Teleportálás pedig fukar volt használni. Ezért ember hátrányban hagyta igazából a csapatát. Megkérdőjelezhető, de visszajátszás. Igen, Chaserre ugrik rá, Contrast rálátás van, és a sebzés is egészen szép itt. Contract megviccelte Chasert azzal, hogy nem mozdult, és így nem tudta, és hogy erre számított Chaser hanghullámmal. Itt viszont nagyon szép a behúzás, majd a kivirágzás, a feldobás, mozdulni nincs esélye kinek, és 5 ember simán be tudja darálni. Most jól mondtam, hogy azzal dodzsolt, hogy nem mozdult meg? Tökéletes. Felmenős, no. Egyszer. A drón ki lett küldve, próbálják kideríteni, hogy merre járhat a dzsungelében Kha'Zix. Most már tudják, hogy se Golem, sem pedig vörös szederhát erősítés nem él jelenleg. Ezt már elhozta Kha'Zix, így minden bizonnyal az alsó dzsungelbe, a déli dzsungelbe fog majd érkezni. És éppen az éj farkasokat hozza el a bónusz tapasztalati pont és arany érdekében. Végső képességgel minden egyes karakter rendelkezik jelenleg. A Cloud9 oldalán mindössze egyetlen egy villanás hiányzik az idézői képességek közül, míg a túloldalon azért egy gyógyítás is
a lövésznél, ami nem egy elhanyagolható képesség, azért a felső ösvényesnek a villanása a támogatónak, valamint a lövésznek egy-egy idézői képességével szemben elhanyagolható, főleg úgy, hogy Impact így is tudja zárni a távolságot, X-Specialnek pedig a villanás az egyik legfontosabb képessége a kezdeményezésénél. Chaser pedig a vörös szerte, miközben kontrakték a őrszeme hálózatába szóltak bele. Felhősárkány fog születni, kérem szépen. Délításnak ugye van már egy felhősárkány mellett egy pokoli. Felhőre megmondom őszintén, nagyobb esélyt látok, hogy el fogják hozni majd. Viszont a Sneaky az egy támogatással és alig 12 farmos hátránnyal egy esélyen szemben szerintem jól teljesített. A Mazzán support megint nem bát még be túlságosan X-Specialtől, hiába voltak jó végső képességei. A csapatharcokban továbbra is nehéznek tartom majd Mazzahárt, hogy mondjuk valahogy Sneakyt lekábítsa, vagy kontraktet idő előtt. Tarik végső képessége kell mindenképpen jól kalkulálni majd Smoothie-nak, de például egy baron küzdelemnél Tarik végső képességben hatalmasan sokat tud érni. Ez mindenképpen a Cloud9 erősége. Kérdés az, hogy Smoothie elbírja ezt a terhet, amit a vállára raknak, amikor azt mondjuk, hogy figyelj Smoothie, vagy jól ultizol és nyerünk, vagy rosszul ultizol és akkor hát fölösleges volt ez a 3 óra, amit a gép mögött töltöttünk. Ezzel valami különbség van. Az a poén, srácok, hogy a meccsem úgy tök jó. Lassú, higgadt. Tényleg a hibákra mozdulnak rá a játékosok. A hibákat próbálják valahogy visszafizetetni, vagy tényleg megkamatoztatni, ahogy csak lehet. Megadóztatni, inkább nem kamatoztatni. És ennek köszönhetően amúgy szoros a meccs. Csak negyed négykor lenne. Ó, ez is oda szép, és Smoothie-ra villan végül X-Special. Tuti, ami tuti. Kijelő Tarikkal is, még mindig nem megy a végső képesség, most már megy. Halálné fel van a Sneakytől, X-Special lép előre kapásból Jin mellé, Jinnek villanása már nincsen. Jön Keen, nem adja a Sneakyt levegőhöz, jutni hővédervesztés. Smoothie lép visszább. Nem sokon múlt az a rúgás. Ugye kontraktet, nem is Impactet rúgta el Chaser. Egyrészt azért, hogy ne ölje meg őt, másrészt pedig Smoothie volt a célpont. Szerettem volna átrúgni rajta a saját csapattársát. Ha ez megtörtént volna, lehet, hogy Smoothie belehal. Azóta azért már rendesen használta az életerő italjait, hogy visszatöltődjön az élet ereje. Újabb gyilkosság viszont nincsen, Sneaky volt az egyetlen áldozat. Ebben a csatában a sárkány pedig ott volt már korábban a Cloud9 oldalán, így egy-egyre módosult az állás ebből a szempontban, talán erre még nem tértünk ki, a mozgás sebesség bónuszt így megkapták. Azért annyit nem ér ez a sárkány, mint a Dignitasnak az a pokoli, szoktuk bohóz sárkánynak hívni, a Cloud9-nak ez szerintem stimmel is néphez mindig. Visszajátszás velem pedig látjuk, hogy hogyan is végezték ki Sneakyt. Az még egy dolog, hogy gyönyörűen elvillan. Érkezik egy teleport, majd arra a másik. Gyorsabb volt a Dignitas, és Smoothie kapta a legnagyobb sebzést, köszönhetően annak az érkezésnek, ami a végső képességében jött X-Specialnek. Három ember kapja meg a Tarik végső képességet, Sneaky viszont el lett zárva a csapat társaitól. Impactet pedig ugye elrúgta Chaser, de Smoothie-n nem sikerült sehogy sem átrugni az ellenfelét, talán majd legközelebb. Talán majd legközelebb, 23. perc, és a baronasor élet, a hírnek megint nem lett elhozva amúgy. Már sokkal gyára szomorú ez igazából, mint a szamuráj. Meg a kozsó. Meg a... Na. Álmokfutókat akartam mondani. Most úgy meghallgattam a tűzvarázslót. Addig átveszem. Közben dől a felső ösvényes toronya, Cloud9 csapata vonul előre Impact képében, Impact személyében. Egyelőre Contract az, aki nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit tőle nem mondom, hogy elvárhatnánk, inkább azt mondom, hogy megszokhattunk, mert a Kazix teljesítménye 1-2-1, hát nem túl kiemelkedő, pedig azért a TSM ellen kellett az ő teljesítménye ahhoz, hogy a Cloud9 sima 2-0-ba küldhesse őket haza. Ezzel szemben
a másik oldalon Chaser egyre másra használja remekül a képességét, és érkezik jól, Lott pedig remekül használja. Találni talál, csak nem volt túlságosan kihasználható. Hát, gyilkosságot nem ért a párharc, viszont megpróbáltak egyértelműen. Legalább a meccsen volt párharc. Miközben szeretném megköszönni Polgár Barnabásnak, aki 4-4-kor volt olyan jó arc, aranyos és kedves, hogy azt mondta, hogy srácok, nesztek kávéra, zsé. Köszönjük szépen. Le a kalappal előtted. Nincs is kalapod. Ugye ennek örömére csinálok, hogy instant kávét kérsz. Nem, kösz. Nem, amúgy nem, mert nem fog tudni aludni este, hogyha most iszok egy kávét még. 25. perc. És tovább is tét a lét. Ez fordítva van. De itt már tét a lét, nem pedig lét a tét. És azt kell mondanom, hogy a meccs laposnak tűnik, és néha tényleg nincs miről beszélni, mert semmi nem történik, egy-két végső képesség elcsatornásán, de hölgyeim és uraim. Számdíjjal felturbózott, kínnel fűszerezett Dignitas, kontrakttel megáldott Cloud9-nal szemben, titának párbaját játszak, és nem véletlenül van tutymuty, meg tényleg ilyen lassabb mérkőzés, meg óvatos, meg tényleg percenként egy negyed gyilkosság, vagy inkább 5 percenként egy gyilkosság, stb. Hanem azért, hogy mindenki csapat rohadtul nyerni akar. Oké, hogy első hét, oké, hogy még csak egy-egy pontokról van szó, és mind a kettőnek van egy-egy pontja, de ez presszis pár baj. Üljetek be, ha van rá egyszer lehetőség ilyen székbe is. Amikor úgy képzeld, amikor, jó, nem annyira durván, de amikor összeülnek a kisgyerekek, mondjuk a fiatal korommal sokszor ültünk össze csézni. És ez nem titok, hát összeültünk is netkávézóban játszani, és akkor így már suliban is arra szép. Impactnek azért vannak... Mellé. Az a hanghullámban megint mellé, mert ettől függetlenül Impactnek meg kell halnia. De most miért villant Impact? Sajnos nem értem. Időt húz vele, mert a társai mennek a középső, és figyelj, így már mondjuk értem. Impact, te kis sunyi! Hú, de jó hívás, hogy összességével, mert hogy a 3-an meg 4-en ölték. Még inhibitor védő toronyra megy már kiközben, és meghal! Hától Lod is! Jó reggelt! A Cloud9 azt mondta, hogy oké, Impactre mentek sokan. Hogy jöjjenek a tornyok! Majdnem, hogy 3 tornyot hoznak el, és Lod is meghadnék pluszba. És még ez is meg lehet, sőt, meg lesz. Hát a Cloud9 most osztott a Schallert, a Dignitasnak igazából egy hívással. A ritós korégek lemaradtak most erről a gyilkosságról. Kazix ugrott be egészen a inhibitort védő torony alá is, hogy ezt ki tudja szedni a visszajátszás során, fogjuk ezt majd látni. Lod próbál valamelyest védekezni, a végső képességét jól használja, de izolálva egy Kazix-szal szemben, beugrik, pak-pak-pak, 3 alaptámadás, meg 2 Q, és vége is a történetnek. Sneaky pedig egy kicsit túl gondolja itt a sárkány elhozatalt, de mindenképpen ezt el fogja tudni hozni, így a Cloud9 második sárkány erősítését szerzi meg. A Baron Nashorra pedig rámegy a Dignitas. Ez pedig elég kemény hívás, Smoothie itt van, kijött a drón. Még nem látható teljesen, pontosan hogy állnak a Baron Dignitas játékosai, most jön a Cloud9, kicsit késő lesz, jön be Jensen! Jensen próbálkozik, csak kontraktet szépen elüti Sunday! És ezzel biztosítja azt, hogy semmiképpen se legyen Baron Nashor lopásra próbálkozás. Az élő példa ezen a meccsen az arra, hogy nem kell egy nyertes meccsnek a felépítéséhez feltétlenül mindig vért ontania az ellenfél játékosaiból valakinek. 2 darab hívás, egyik a Cloud9-nak, jó, meghalt Lod, az mindegy, járulékos veszteség. Másik oldalon most volt egy baronasos hívás, nem halt meg érte senki. És megtették. Oké, csak visszaemült a Dignitas, meg ez arra volt jó, hogy semmiképp se a Cloud9 hozza el a baront. Ez itt konkrétan tényleg az észjáték, ami nagyon jó, és nagyon tetszik. Csak ne 3-szor kellett már ezt végignézni. Az ilyen lassabb hívásokat, de mindenképpen ez a tét, ez az igazán tét, mert most bárki bárhogy számol, őranya van Chaser-ön, meghal a torony. Cloud9 még nem lép, van halál 4 felvonása, és van igazából Impact érkezés is. Meg pingek az alsó ösvényre. Az is van, mert mennek a minionok. X-pesölnek. X-pesölnek már most már nincsen passzívja. Az se egy rossz dolog egyértelműen. De a barom ugye mindig a Dignitason van rajta. Erről kicsit turbózott minionokkal kell, hogy megdolgoznia majd.
magát, most át a Cloud9-nak. De Atom, ez mi? De furán repült a kígyó. Csak gyors. Igen, de védekezni kell az alsó ösvényen, ez természetes, hiszen rengeteg minion érkezett már a Cloud9 oldaláról, felgyülemlettek. Így viszont majd előbb-utóbb tolni fogja az ösvényt a Dignitas minion armadája, hogy ezt a felső ösvény is tették. Jensen pedig csatázik Chaserrel. Egy kicsit. Hát ez ilyen... Még valaki föl is ültetett a háttérbe. Valakinek nem tetszett ez a megmozdulás, szerintem pedig vicces volt. Esélye nem lett volna természetesen Jensennek a Lee Sin-t elagyabugyálni. Egy villanás azonban kijött Chasertől. Harmincadik percben... Amúgy konkrétan, mint egy... Meteorológus, igen. Úgy érzem magam, 5 percenként időjárást. Mint a Facebook azt, 5 percenként kiírek, esik a hó, esik a hó, süt a nap. Basz, kinézek, azt látom. De tényleg 5 percenként elmondom azt, hogy semmi nem történt. Csak dölt még egy fél torony. Még belement valami a szemembe. Tényleg belement valami? Tényleg, a bal szemembe van. Ne sírjál már, Nono. Azért ennyire nem vagyok szemét. Dehogy nem. Tudja meg a világ. Pierce the Heaven személy. Egy szemet szemért. Szemét. Szemet szemért, te szemét. Akkor most a tiédbe is belerakjak valamit? Nem kell belerakni, köszönöm semmit az enyémben. Enyém az jól van még jelen pillanatban. Na de! Ha sutyanák megszörésével a Cloud9-nak van most rálátása, hogy Isten igaz a Baron Nashor körül levő helyzetekben, hogyha... Fú, ezt megint nem tudom, hogy akartam mondani. Cloud9 látja a Baron Nashort, náluk a sutyi. Beszéljünk tőmaratokban most már, az hátra jobb lesz ilyenkor már fél négy fele. Dignitas, ki kell menni, őrszem takarít, lerak, hogy lássa, mi történt. Ik. Cloud9 sétál, mert lát mindent, míg Dignitas nem, ezért a Cloud9 most magabiztos. Dignitas felső ösvényen védekezik. A Cloud9 szeretne valahol rajtaüti és kivitelezni az ellenfél játékosainak valamelyik elbotorkált játékosára. Ez már nyakataket volt, ez... de helyes volt. De ez már nem volt tőmondat. Jaj. Itt pedig a középső ösvényen látjuk, hogy a Cloud9 játékosai összegyűlnek egy tracs partja, hogy hazatérhessenek a kávéházba, vagy a kezdőjükre. És őrszemet takarít Impact. Jobb dolga nincsen egyelőre, hiszen semmilyen objektumra nem lehet fordulni. Sárkány másfél perc múlva Baron Nashor még nagyon-nagyon messze van. Tornyot esetleg a felső ösvényen tudna elhozni a Cloud9 csapata, míg a Dignitasnak azért az összes ösvényen van még lehetőség kettes szintű toronyra fordulni. Csak éppen lehetőségük nincs erre. Az mindig jóval kevesebb. 333 Jensennek a farmja ezzel a kis rájza, ami szerintem nála vállalható is, igazából kinek sem kéne túlságosan messze lenni ettől a számtól, nincs is igazából túlságosan messze. De legszebb az egészben, hogy igazából csak a két lövész között van egy kicsikét terevélyesek különbség, meg persze Jensen is kín között. 189-189 a két jungle-es farmja. 32 percben ugye ahány tábor született, azt mind megölték. Ugyanazon a farmon kell állni, nem, persze nem így működik. Ez a véletlen műve. Viszont tök érdekes, hogy ennyire közel áll egymáshoz az a két játékos, ugye szintben is, és mindenben. Legalábbis ezen a harmadik összecsapáson. Ugye a villanások szépen lassan visszajönnek, így a következő harcot majd, ha a Chaser is azt mondja, akkor lehet kezdeményezni. Viszont hogy mindig is kell arra figyelni, hogy Lod mikor húzza meg a ravaszt a nyilvesszején, a nyilpuskáján. És akkor lehet igazán majd oda férkőzni Sneaky vagy Jensen mellé, de egy Contract is egy jó célpont szerintem. De ne felejtsd el, hogy most azért Impact is Smoothie nyugodt szívvel áll be társai elé, hogy ezt tökéletesen meg lehessen majd védeni. És a nyilvesszőt levédeni ugye a törékenyebb játékosai elől. És persze a Tarik végső képességét továbbra is szerintem nagyon fontos ez majd egy letisztult baronasor küzdelemben. Az előző ez egy Dignitas baronasor volt, mert a Cloud9 kapkodás. Ez meg egy nagyon gyors sárkány, amit a Cloud9 szerzett meg. A csapatharcokat kéne talán egy kicsit... Nem tudom, kikényszerítenie a Cloud9 csapatának.
hiszen némi előnyben vannak. Hiába gyilkosságban a Dignitas vezet, és meg is kezdik. Aha, és kínre lőtt Sneaky 2-t, és benn van Someday Sneaky mellett sikerül fölütni. Ezt nem feltétlenül megértem még összességében. A kövétervesztés jó igen. Végül. Összeesik először még hátul. Ajaj, ebből menekülnek a Dignitasnak nagyjából. Jensen még válaszolni próbál. Senki nem adja a Cloud9-nál. Meghal végül Contract, és Lodon nincs fókusz. Eddig jön Jensen és Sneaky. A Cloud9 két sebzés hordozója még ugye élt. Vasmacska. Vasmacska. Ürességlény. Ürességlény. És a harmadik. Kivárta pedig. És el is villant még X-Special, még tuti, ami tuti. Fél percig körülbelül nincsenek Dignitas játékosok. Lehet, hogy az első komolyabb csapatküzdelem már a meccs végét is jelenti. Nagyon kemény amúgy Amerikában most, ami ezen a meccsen lemegy. Semmi nem történget, szépen lassan történik ez meg az. X-Special elviszi a minilokat, a legjobb döntés hozza meg. Egy darabig, hát még egy toronyi legalább mindenki maradni fog. 6 másodperc Chaserig még éppenséggel. Visszaállít a Cloud9. Nincs ennek így vége. Köszönhető X-Specialnek. Azért ez kemény volt. Azt hittem már vége. Impact talán ki tudtam volna tankolni. De nem biztos. Lássuk, mi is történt. 4 emberre lesz jó majd a Tarik végső képes, ezt érdemes megfigyelni. És nagyon szépen beállnak ezúttal a Sneaky elé, hogy ne őt találja el az est végső képességét. Sunday szinte instant nulla életerőn. Chaser a következő célpont, neki volt őrangyala, akárcsak Sundaynek, ő a következő alatt. Tehát először az őrangyalosok haltak meg, vagyis hát vesztették el az őrangyalukat, és utána lehetett csak befejezni a Dignitas többi játékosát. Egyedül X-Special volt az, aki túlélte ezt, pedig kivárt nagyon szépen Impact, hogy jó, ürességlény, és most behúzom, de volt még egy ürességlény, úgyhogy ezért X-Special ezt megúszta. Egyelőre megúszta. Na! Viszont ugye Manzának az egyik erőssége, hogy végső képessége kezdeményezhet, most az nem lesz, ugyanis X-Special ugye villant, és ezért a távolság ledolgozásában nem fog tudni magán segíteni, Impact pedig jön előre, mint tényleg a helyi sheriff, rajta az őrangyal ugye nem esett le, még mindig rajta van, még ugye ezzel szemben azért Soundian és Chaser-ön sincsen, de elvileg tárgy előnyben van, a Cloud9 magasan, a sutyirák előnyben is van a Cloud9 magasan, jön a drón, majd elmegy a drón, van őrszem, Dignitasnak vissza kell lépnie, és a Cloud9 jön ugye arrébb tessékelni a Dignitas játékosait, közésső, és ugye nincsen inhibitorja a Dignitasnak, szóval legjobb, hogyha a Cloud9 itt tud harcolni. Jó számára a kezdeményezés. Csak óvatosan válaszol a Dignitas, mert rosszabbul állnak. Halál 4 felvonás, Chaser villan Someday mögé. Someday még bírja, már neki is lassan elfogy az élete. Jó a vasmacska, Someday bajban lesz éppen lassan. Kivirágzás Someday, meghalt. Tarik végső képességben pedig mehet a Cloud9 még egy darabig. Van benség fáj, de pontosan pedig ez a passzívja, ami Malzahárnak. Impe pedig hazamehet, és teleporttal nyugodtan jöhet, hogyha van kedve. A Baron Nashor körül táncol a Cloud9. Van egy kinti teleport, kinti őrszem is ugye a kék mellett. Valószínűleg arra fog jönni Impe, hogyha mindenki meg akarja védeni, de nem kell, akkor nem teleportál. Minek ráér az alsó sínre, majd megy valamikor, amikor neki jól esik. Baron Nashor a Cloud9-nál, és visszajátszás. Igen, az állhatatos jelenlét miatt nem lehetett Someday-re olyan mértékben megindulni. Chaser pedig a lehető legrosszabb döntést teszi, amikor azt dönt, hogy bevillan. Így 3 ember az, aki feldobásra kerül a végső képességével Impactnek. Someday volt az, aki igazán fókuszba került, és így végül ő is hagyta ott a fogát. Majd pedig jött a Tarik végső képesség, ami pedig legalább annyira idegesítő, mint mikor valaki nem fejezi be a... Mi van? Semmi. Mit nem fejezze be? Hagyjuk. 3-0-4-jel áll a középső ösvényen Jensen Ryze-al, és egy pokoli kódex van még az eszköztárában, amit tovább tud fejleszteni. Azon kívül minden egyes tárgya már a lehető legjobb, amivel rendelkezhet. A lövészek pedig még rendelkeznek Donan pengéjével, de még teljes tárgyai vannak meg már Jinnek, addig egy észlelő őrszeme is van Estnek, aki ebben a pillanatban adta el a Doran pengét, hogy egy utolsó leletet vásároljon. Baron Nashor erősítése, Impact mélyre lép, viszont neki még mindig van őrangyala, meg is teheti. Lassan, de biztosan vissza fog jönni Chaser és Someday-nek az őrangyala is. Megjön, hogy a szépen lassan Jensen is, de nyugodtan nevess el a bajszról, mint egy kis majom.
Jaj, nem bírom. Nem figyeltem, hogy nem esett lehet. Persze, hát amikor éppen elemzés van, akkor próbálok egy percek szusszantani, hát ha lehet. Számdé bevill a counter-extra közben, jön Chaser, rugás, jó, a Tarik végső kibesik, pedig megment megint, és meghalt Számdé, ez Cloud9 nyertes, és majdnem biztos, és meg a 3-0-as erelót, 4-0, Kristály Tisztász! A Cloud9! Nem kézifék, hanem felváltott 19 000-szer hetesbe, mint a halálosabb iramban szokták. Világugrással beküldik a minionokat hátra az obeliszk alá, de a Cloud9 erőt vesz magán. 34 perc alatt volt 5 gyilkosság, majd 3 perc alatt 3 csapat küzdelem. Az NALCS még a végére csak izgalmassá tette nekünk ezt a párbajt, és a Cloud9 végül nyer. GG. GG, VP. Nagyon szép teljesítmény volt mind a két csapattól. Tudtuk, hogy a Cloud9 egy piszok erős gárdával érkezett erre a szezonra. És a Dignitas bebizonyította, hogy a tegnapi nem volt véletlen azt, hogy ők megnyerték az első mérkőzésüket. Szerintem pariban voltak nagyon sokáig a Cloud9 csapatával, egyenlő erőt képviseltek. És nagyon kevesen volt, hogy a Cloud9 tudott ezúttal felülkerekedni ellenfelén. Nem azt mondom, hogy nem volt jobb a Cloud9 a mai mérkőzésen, mert ha egy lehellettel is ugyan, de jobbak voltak. De én azt mondom, a Dignitas-szal is számolni kell ebben a szezonban, mert hogyha ez a csapat összeérik, legalább annyira, mint ez a Cloud9, akkor bárkire veszélyesek lehetnek. Hát a függetlenül ugye, tovább is azt mondom, hogy kicsikét... A mondatot. Mi van? Most már mondd el, most már megőrülök. Semmi. Most már mondd el, no, mert addig nem megyünk innen sehova. Már végigmondtam. Jó, a mondatot. Ennyi. Ennyi? Igen. Ez volt a nagy izé? Igen. Fű, de szar volt. Jó van. És komolyan ezért égették ki, nem tudom hány embert, aki még éppen, még félszemmel éppenséggel fönnvannak és látnak. És akkor ilyenekkel húzod az agyunkat. Gratulálok, Nono. Na jó van, hölgyeim és uraim! A Cloud9 szépen lassan, de biztosan megnyerte a mérkőzést, és viszont így, azt kell mondani, hogy a TSM gyors 2-0-ja után itt is nehezen, de nyert. A Cloud9 most nagyon erős. Na most azért persze várjuk ki a végét, meg mondjuk még 3 vagy 4 hét teljen el, hogy a Cloud9 tényleg mindenki szépen lassan találkozhassa, meg a TSM-nek is mondjuk adjuk időt, hogy fellélegezhessenek, vagy hogy is mondhatnám ezt igazából. Mindenképpen adjunk mi nekik arra lehetőséget, hogy kicsit jobban kibontakozzanak. És nektek is adunk lehetőséget arra, hogy pihenjetek. Dehogy hogy. Ja, dehogy. Mi szeretném megköszönni a figyelmet. Egy nagyon hosszú kezdő hetünk volt az LCS-ben, mind Európában, mind pedig Amerikában. Nagyon sok meccsünk volt. De mindenképpen hiányzott szerintem nekünk is, és szerintem valahol reméljük, hogy nektek is az LCS-nek maga a folytonosság, a legjobbak játékai, a lehetőségek, ugye valamennyire reméljük, hogy mi is. De köszönjük, hogy úgy kell zárnunk fél négy után 5 perccel a streamet, hogy 1007-en vagyunk itt. Nem mentünk 1000 alá. Nem mentünk 1000 alá, és igazából ez tovább is azt jelenti, hogy ti vagytok a királyok, és nem a mi érdemünk az, hogy milyen sokan nézzük, hanem a tiétek. Szóval, ja, respect haver, vagy mindenkinek. Szóval köszönjük szépen a mai napi figyelmet, és mindenkinek kellemes jó éjszakát. Ha valaki reggel vagy iskolában megy dolgozni, akkor annak részvétem. Ő nem fog aludni egész nap, én valamelyet igen. Mindenkinek kellemes jó éjszakát kívánunk, és mindenképpen jó pihenést. És találkozunk csütörtökön este leges, legkésőbb délután 5-kor. Unicorns Love Match fog majd azt hiszem, hogy jönni, azt hiszem 5-kor, de lehet, hogy majd 7-kor. És szombaton is játszik a héten Unicorns of Love, és ugye pénteken éjfélkor jön az Amerika is. Pénteken éjfélkor, micsoda? 26-án 5-kor játszik az UL. 5-kor, szombaton is az első meccset játszák, majd 4-kor. Tehát lesz két UL meccs is, Amerika pedig megint lesz majd pénteken éjfélkor, szombat este 9-kor, vasárnap este 9-kor. És jövő héten, vasárnap, most ezen a héten vasárnap is lesz európai LCS. Tehát mind péntek, mind szombat, mind vasárnap EU-NA egymás után, délutántól hajnalig lesznek adásaink. Szóval mindenki készüljön föl lelkileg. Mi elköszönünk. Meg szellemileg. Mi elköszönünk mindenkiben, mert én lassan összecsuklak és nem akarok füllenteni. Szóval kellemes jó éjszakát, mindenkinek köszönjük szépen. Találkozunk csütörtökön este, hát inkább délután 5 óra, akkor legkésőbb. Királyok vagytok, köszönjük. Sziasztok. És kellemes jó éjszakát, sziasztok.